települést látott vendégül Kevi a jubileumi 20. kenyérszentelő ünnepségen. A népünnepét táncos előadásokkal vette kezdetét. Kenyérszentelés az az egyetlen nagyjából legnagyobb ünnep, amit ápol is a falu, amit minden évben megtartanak. Azt hiszem ez a 20. alkalom, és ez mozgatja meg egy picit a falu életét. A fiákerosok ezután körbevitték a falu utcáin a búzából font koronát. Most csak ide megyünk búrásra, ez egy kisebb falu, ez a Kevi mellett. Itt megfordulunk és megyünk vissza. A felvonulás résztvevőit a falu lakosai pálinkával és süteményekkel kínálták. Én megsütöm a kiflit vagy a pogácsát, a többit meg megvesszük. Már eleink is régebb óta ezt megünnepelték, mert mindig, amikor befejezték az aratást, akkor készítettek egy koronát, és annak az ünnepére, hogy befejezték az aratást, tartottak egy nap népünnepét. A szervezők köszönőlevelet adtak át mindenkinek, aki fiákerral jött az ünnepségre. Én lovagat miért szeretem, mint neveltük őket, mondom, hogy azért is nem is szoktam róla maradni, leginkább ott vagyok, amikor csak van időm. A pár száz lakos számláló településen nagy hagyománya van a kenyérszentelő ünnepségnek. A falubeliek többsége családjával együtt vesz részt a rendezvényen. Egy ilyen kis közösségnek egy ilyen rendezvény óriási lépés jelent a szellemi javaink megőrzéséhez. A falu lakosai az új lisztből készült kenyeret hálaadó szentmisén szentelték meg. Ezt követően a környező falvak lakóival együtt ünnepelték a kenyérszentelés ünnepét. A színpadon 14 néptánc és énekcsoport lépett fel.